Hölgyeim és uraim! Az előadásnak a címe azt hiszem, tulajdonképpen rámutat arra, hogy miről szeretnék beszélni. A tudományról, elsősorban a természettudományról és a hitről. Vajon a kettő hogyan áll egymással? Ugye ezt szokták kérdezni ilyenkor, vagy egy tudós, szokták mondani, egy tudós hogy lehet hívő? És én ilyenkor azt szoktam mondani, ami teljesen logikus, egy tudós, aki jó tudós, hogy nem lehet hívő. Én azt hiszem, hogy ha ezt elmondom, akkor ezzel már be is fejezhetem az előadást, mert tulajdonképpen valami ilyesmiről lesz szó. Hát egy kicsit bővebben persze. Igazából szeretném úgy fölépíteni ezt a néhány perces együttlétet, hogy először a hit és tudomány közül talán a tudományról szólnék néhány szót csak. És utána aztán áttérnék arra, hogy tudomány és a hit hogyan áll egymással. Ugye könnyű a helyzetem, mert magyar vagyok, és Magyarország tulajdonképpen egy nagyon jó termőtalaja volt a nagyon jó tudósoknak. Ugye tessék csak végig gondolni, hogy hány magyar tudós alkotott nagyot a 19. században, hogy mindjárt mondjak valakit Jedlik Ányos példának okáért, aki egészen idős korában is, itt van az atya, igen, aki 90 év fölött is még alkotóképes feltaláló volt, pap létére egyébként, és, vagy éppenséggel azért, mert pap volt, és mások, Báthy Cipernowsky, tehát sokan, akik Kandó példának okáért, akik hozzátettek nem csak a magyar civilizáció és a magyar technika fejlődéséhez, de az európai fejlődéshez. Most nem is beszélek azokról a kitűnő fizikusokról, matematikusokról, akik Amerikában találták meg azután, a jelenüket és a jövőjüket, de azok után, hogy Magyarországon kapták meg az első impulzust, itt járt a gimnáziumba. És az itteni tanároktól kapták azt meg, ami szükséges volt ahhoz, hogy továbbfejlődjenek. Néhány nevet mondanék itt. Ugye talán emlékezünk arra, hogy volt egy Neumann János. Neumann, őt úgy szokták emlegetni, hogy von Neumann János, aki miért von? Azért, mert az édesapját, aki erdélyi volt egyébként, a Ferenc József még annak idején nemességgel ruházta föl, és ehhez járt a előnév, úgyhogy Neumann tulajdonképpen Margittai Neumann János volt, Margittai volt az előnév, innét a von. Ide tartozott, kérem szépen természetesen Wigner Jenő, aki az első plutónium reakciónak volt a feltalálója, ide tartozott Szilárd Leó. Szilárd Leó, aki, ezek mind részt vettek tulajdonképpen az első atombombának a előállításában. Szilárd Leó arról is híres volt, hogy kiváló fizikus volt, meg arról is mondja róla Tellered, aki nagyon jó ismerte őt, hogy arról volt híres, hogyha bárkivel találkozott egy szakemberrel, pillanatokon belül megbántotta azzal, hogy ő sokkal jobban érti azt a szakmát, amit az illető művel, mint bárki más. De nem volt egy udvarias ember, viszont egy zseni volt, mondja a Teller róla. És ráadásul ő volt az, aki leerekszedett még az innováció alsó szintjére is, amikor Einsteinnel együtt föltalálták a frizsidert, tehát a hűtőgépet. Frizsidert, méghozzá még Berlinben. Tehát ők ketten adták be a szabadalmat, úgyhogy ez is oda megy vissza. Aztán volt még egy nagyon híres, a Kármán Tódor. Kármán Tódor, aki a lökhajtásos repülőgépeket dolgozta be az amerikai légierőbe, és hozzájárult, valamennyien hozzájárult, valamilyen formában ahhoz, hogy a háború ne a Hitler, és ráadásul ne később, ha ne a Stalinnak a sikere legyen. Tellerede aztán később ugye részt vett a hidrogénbomba előállításában.
Ő ezt úgy értékelte, hogy ő és Szaharov, aki a Szovjetunióban ugyanezt tette, tehát ő is hidrogénbombát állította elő, hogy ők tulajdonképpen ezzel a hidegháborút akadályozták meg abban, hogy valódi háború legyen belőle. És még arra is nagyon büszke, hogy ezzel a tettével, meg egy másikkal, amit a Reagan elnököt beszélte rá, a csillagháborúra, ami annyit jelentett, hogy nagyon sok kém repülőt és kém kellett végig kialakítani föld körül azért, hogy állandóan jelezik vissza, hogy az ellenség az mikor és mit csinál. Tehát ezt már a szovjetek nem tudták tovább csinálni, nem volt annyi pénzük, hogy csatlakozzanak ehhez a ipari beruházáshoz, hadi beruházáshoz, és igazából ez vetett véget a Szovjetuniónak, először a hidegháborúnak, és aztán a Szovjetuniónak. Na, Telered nagyon büszke volt arra, el is mondta, hogy igazából ő egy dologra büszke, hogy a hidegháborút úgy sikerült megszüntetni, hogy igazából egyetlen egy halálos áldozata nem volt. Tehát volt egy olyan háború, aminek nem volt halálos áldozata, és erről nagyon büszke volt. Na hát kérem szépen, ezek a férfiak, akikről egyébként aztán úgy emlékeztek meg, hogy ők a Mars lakók. Miért? Azért, mert volt egy Fermi nevű olasz atomfizikus, akivel ők együtt dolgoztak, és az nevezte őket Mars lakóknak, mert amikor együtt volt az a négy ember, tehát a Neumann, Wigner, Szilárd és a Teller, akkor ezek teljesen természetesen áttértek magyarra. Tehát magyarul beszéltek egymással. És a Fermi azt mondta, hát ez úgy hangzott, mintha Marsból jöttek volna. Hogy lehet így beszélni, mint a magyarul? Milyen nyelv ez? Ettől lettek ők Mars lakók tulajdonképpen. A kétségtelen tény azonban az, hogy a magyar nyelv és a magyar gondolkodásmód végig kísérte őket életük egész során. Egyet mondanék csak itt például a kokaira, a Tellerede, tehát akit sokan vádoltak azzal, hogy hidrogénbombát nem kellett volna előállítani. Tehát a Tellerede sikereinek a titkát, fizikai felfedezésének titkát egy magyar költőre vezette vissza. Úgy hívták, hogy Ady Endre. Azt mondta, hogy Ady Endre költészete, szimbolikus költészete, meg a képi jellegű költészete segítette hozzá ahhoz, hogy felfedezésekre jusson a fizikában. Mert nagyon érdekes, még erre később vissza fogok térni tulajdonképpen. Hogy a nyelvnek milyen óriási szerepe volt a tudósoknak a kialakításában. Egyébként ők tényleg tudósok voltak. A Pungor Ernő definíciója volt, egy Pungor Ernő nevű olyan kiváló akadémikus társunk, aki definiálta azt, hogy ki a tudós. Azt mondta, kérem szépen, a tudós az a kutató, aki már meghalt. Tehát halála után lehet valaki igazából tudós. Na hát ezek már haláluk előtt tudósok voltak. Ugye Neumann János a komputer kialakítója. Szóval nem kell mondjam, hogy rengeteg mindent tettek, ami tulajdonképpen segítette az egész világ tudományos tudományát. Hát kérem szépen, Teller megkérdezték, hogy minek tulajdonítható ez a dolog. A Teller azt mondta, meg is válaszolta a kérdést, hogy hogyan jöhetett létre az öt Mars lakó. Azt mondja úgy, hogy olyan iskolába jártak, mert hogy jártak a Tefoltba, a Fasorba, Debrecenbe és olyan gimnáziumba jártak, ahol kiváló tanároktól megtanulták azt, hogy érdemes tanulni, hogy érdemes tudni, hogy érdemes kutatni a dolgokat és kritikusan gondolkodni. És valamilyen világkép mentén gondolkodni. Valóban az eligazodást kereső ember valamilyen világkép alapján kérdez, hogy valamennyien, akik itt vagyunk. Akinek nincs világképe, annak a fejében nincs rend, az nem tud helyesen kérdezni sem, nemhogy válaszolni. Kérem szépen, itt ott folytatnám, hogy a nagy tudományos felfedezések, a 19. század és a 20. században egyébként, arra vedettek nagyon sok tudóst, vagy
kezdőtudóst, hogy elkezdte azt gondolni, hogy na, most már mindennek a végére értünk. A agykutatóknál is volt egy ilyen, hogy most már tudjuk, hogy milyen a agykéreg szerkezete, hát akkor tudjuk, hogy milyen a gondolkodás. Hát kérem szépen, ez egy rendkívül naív elképzelés volt, de voltak naív tudósok is ellenben. Ennek ellenére voltak olyan tudósok, akik tudták, hogy még nagyon sok mindent nem tudunk. Tehát még ne bízzunk el magunkat. A tudomány egy része elbízta magát, a tudósok egy része elbízta magát, de aztán kezdtek rájönni, hogy hát tényleg, még annyi mindent nem tudunk. És nem tudjuk se az okokat, nem tudunk kérdéseket se föltenni megfelelőképpen így. Természetesen itt, amikor arról beszélünk, hogy tudományos világkép, akkor az szét kell választanunk az ateizmus értelmetlen világképét a tudományos világképtől. Tehát van a tudománynak egy világképe, amit például ezek a nagy tudósok is képviseltek. Nem szükségszerűen istenhívők, bár ez egyet most itt elárulok, Neumann, aki a legnagyobb volt valamennyi között a Wigner szerint is, meg a Teller szerint is, a Neumann János. Neumann János az buzgó katolikus volt. Ugye eredetileg nem katolikusnak keresztelték, de aztán konvertita lett, katolikus lett. És olyan mértékben katolikus lett, hogy meséli a Teller, hogy képzeld el, kérlek, ezek valamilyen pásztor misére vitt a családját, hajnali 6-kor már oda mentek a templomba minden nap, mert annyira ragaszkodott ahhoz, hogy mi annak idején, hogy naponta, tehát az adventi időben naponta tiszteletét tegye a templomban, és imádkozzanak. És a teljes családot vitte magával, tehát ő nagyon katolikus volt. Aztán voltak, akik nem voltak annyira vallások, de azért meg kell jegyeznem, amely itt tartunk, hogy Einstein, aki a 20. századnak állítólag a legnagyobb fizikusa volt, és a egyik legnagyobb tudósa, Einstein az állandóan vívódott magában, hogy ő most tulajdonképpen hol is tart, hogy Istent, és ő mindig azt mondta, hogy van valaki fölöttünk, hogy azt Istennek nevezzük, vagy nem, azt ő másodlagosnak tartotta, de általában mégis Istennek. És nagyon érdekes, hogy mennyire egy érzelmi reakció volt nála az, hogy mikor hitt az Istenben, például mikor különösképpen hitt az Istenben Einstein. Volt egy koncert még Berlinben, még a Hitler-ai, tehát a Hitler idők előtt, és akkor ott tanított az Einstein az egyetemen, és elment a koncertre, ami egy gyönyörű koncert lehetett, mert egy kiváló karmester, Bruno Walter, tessék utána nézni, az egyik nagy karmestere volt a 20. századnak, vezényelte Beethoven hegedű versenyét, és Mendelssohn hegedű versenyét, és még valamilyen Beethoven művet. A két hegedű versenyt, tessék elképzelni, akkor, tehát 20-as évek végén járunk, egy Yehudi Menuhin nevű kamaszgyerek, fiatal srác, az hegedülte. De olyan mértékben meghatotta Einsteint, hogy a koncert után felrohant hozzá a Yehudi Menuhinhoz, ehhez a gyerekhez, és azt mondta neki, ezután a koncert után most egészen biztos vagyok benne, hogy van Isten az égben. Tehát az érzelmi reakciója ez volt erre a dologra, erre a zenére. Hogy a zene valóban ilyen érzelmi hatású, és a hit nem független teljesen az érzelmektől, arra meg egy másik példa van, nem is Einstein, hanem Tolstoy. Tolstoy azt mondta, hogy kérem szépen a zene az érzelmek gyorsírása. Azt mondta a zenéről, hogy a zene mindent el tud mondani, amit szavakkal nem tudunk elmondani. Tehát ő pontosan azt fejtette ki, ami tökéletesen igaz, hogy a szó az töredékes, a beszéd töredékes. A zene viszont fantasztikus tud lenni. Főleg a Mozart, a Beethoven, a Bach, és így tovább zenéjéről van szó, Bartók zenéjéről. Hát kérem szépen, visszatérve Einsteinre, tehát a nagy tudós, aki tényleg a két relativitás elméletet dolgozta ki annak idején, a nagy tudós minden nap hegedült. Ez volt a szenvedélye, tehát ő egy művészetektől se volt távol. Minden nap hegedült 2-3 órát. És megint jellemző az amerikai profán újságírásra. Nekem megvan a véleményem az amerikai újságírásról. Egy újságíró kereste föl, és riportot csinált Einsteinnel. Majd a vége felé azt mondta, professzor, azt mondják magáról, hogy naponta 2-3 órát is hegedül. Ahelyett, hogy dolgozna.
ugye a tipikus amerikai mentalitás, ahelyett, hogy dolgoznak. Einstein azt mondja, szerkesztő úr, ha én nem hegedülök naponta, akkor nem tudok dolgozni. Szóval, és valami, ez tökéletesen igaz is. Tehát ez a kapcsolat példának okáért, ilyen szempontból az érzelmekre ható zene és a tudományos gondolkodás fejlesztések között. Na most el kell választanunk, mondtam már, az ateizmus értelmetlen világképét. Miért értelmetlen a világképe az ateizmusnak, tehát az Isten nélküliségnek? Mert egyszerűen nincs célja az életüknek. Kérem szépen, cél nélkül élni lehet, véletlennek fogni mindent, azt is lehet. De aki valóban értelmesen akar élni, az megpróbálja meghatározni magának, hogy miért is él. És amikor a miértet fölteszi, akkor bizony meg kell határozni azt a célt, amiért él. És hát egy vallásos, egy hívő embernek ezt nem nehéz meghatározni. Egy ateistának szinte lehetetlen. Azt mondja, egyébként is éppen Einstein, aki azt mondta ki, hogy az Isten nem kockajátékos, vagyis nem véletlenszerűen csinál dolgokat, tehát Isten egészen más. És aztán Hawking, aki viszont nem volt vallásos, de ennek ellenére ő volt az, aki a Big Bang, tehát a világ keletkedésének az első pillanatától kezdve próbálta követni, hogy mi történik a világgal. Tehát a Big Bang, a nagy robbanás magyarul, ez Hawkingot is elfogta. Itt, ennél a két embernél már látszik valami, mert hiszen el kellett fogadnia, hogy ezek szerint ez a Big Bang azelőtt nem volt semmi, akkor valaki teremtette az anyagot. Teremtette. Ezt ő nem tudta sohasem magában feldolgozni. Einsteinnél sokkal könnyebb a dolog. Ő azt mondta, hogy Isten nem össze-vissza tevékenykedik, hanem tervszerűen. És valóban. Az egész teremtés elmélet, amire mi olyan büszkék lehetünk, hogy volt egy teremtünk, vagy van egy teremtünk, a jó Isten, aki megteremtette ezt az anyagi világot, és úgy teremtette meg, hogy ez működőképes anyagi világ legyen. Miért mondom azt, hogy működőképes? Azért, mert két lehetősége volt a jó Istennek annak idején. Egy olyan anyagi világot teremteni, ahol az anyag és az antianyag, az két különböző formája az anyagnak, majd teljesen egyforma lesz. Ő nem úgy teremtett, aszimmetrikusan teremtett a világot, tehát több az anyag és kevesebb az antianyag. Miért fontos? Ha egyforma lett volna, akkor egymást kioltották volna, és az egész világ mindenség tulajdonképpen egy nagy fény lett volna, semmi más. Tehát az, hogy mi itt vagyunk, az tulajdonképpen már eleve a teremtésben beleteremtett, tehát az anyagba beleteremtett aszimmetriától is függ. Az aszimmetria azért is volt lényeges, mert ezt tette lehetővé, tehát az, hogy több az anyag és kevesebb az antianyag, hogy kialakuljon a fejlődése ennek a megteremtett anyagnak. A fejlődés az első pillanatok ez a benne volt Jóisten programjában. Ezt így gondoljuk. Tehát tulajdonképpen az, hogy fejlődik a világ. Hogy fejlődik először, amikor még csak élettelen anyagokból áll, csillagokból, stb. Úgy, hogy a világ az állandóan tágul. Ez az univerzum, amiben mi élünk, az állandóan tágul. Ezt egyébként a 20-as évek közepén Hubble nevét ismerjük, mert most is sokat lehet hallani, a Hubble-féle miről? Távcsövekről. Pont, köszönöm. Hubble-féle távcsövek. Tehát Hubble volt az, aki kimutatta, hogy tágul a világ mindenség. És ki volt az, aki visszavedette a Big Bangre az egész tágulást? Kérem szépen, ez egy belga pap volt, Lamer, Georges Lamer, úgy hívták. Georges Lamer, aki először írta le a Big Bang-et, mint olyat. Tehát nem Hawking, hanem Lamer. És olyan meggyőző volt, hogy Einstein, aki nem akarta elfogadni ezt a dolgot, és még Einsteint is meggyőzte. Úgyhogy néhány év alatt meggyőzte Einsteint, hogy valóban a Big Bang-nél valami történt, amikor anyag létrejött, és onnét kezdett. Utána jött az a kérdés, hogyha kérem szépen, azt mondják a hívők, hogy ez a világ az állandóan tágul, meddig tágul a világ?
Ugye voltak mindenféle elméletek, nem tudjuk. Egy biztos, hogy nem esik magába. Valamikor az volt az elmélet, hogy egy darabig tágul, aztán kezd visszafelé jönni, és akkor újra kijön. Nem. Nem tudjuk. Szóval sok mindent nem tud az ember, aki anyagból van maga is, hogy mi lesz az anyagi világgal. A szimmetriáról beszéltem, az aszimmetriáról, ugye? Az aszimmetria, ami hát lehetővé tette a fejlődést, az élettelen anyag fejlődését, és végül is az élő anyag fejlődését. Az élő anyag fejlődése azért fontos a mi számunkra, mert ennek a végpontja tulajdonképpen az ember fejlődése, az ember kialakulása. Ez egy óriási dolog volt. Ráadásul erről már tartottam itt-ottamot előadást, hogy ez a fejlődés nem volt akármilyen. Ez egy speciális esete volt a teremtésnek, a fejlődésnek, az ember kialakulása, főleg az emberi agy kialakulása. Olyan genetikai változások jöttek pillanatok alatt létre, amik sehol másutt nem. És ezt tette lehetővé, hogy most itt ülünk, hallgatunk és beszélgetünk is. Kérem szépen, a szimmetria és az evolúció. Goethe, a költő, a természettudós, az államférfi, Wolfgang Goethe mondta, hogy a szimmetria hiánya, tehát hogy aszimmetrikus a világ, mi magunk is aszimmetrikusak vagyunk, kérem szépen, a legtöbb embernek bal oldalon van a szíve, ugye? Csak mindegy pár százalék van, aki jobb oldalon tartja hordja a szívét, de általában baloldali a szív, és más szervek pedig inkább jobb oldaliak, nem politikai értelemben, bár lehetne úgyis. Tehát jobboldali példának okáért a máj, és hát nagy különbségek vannak a jobb és a baloldal között, egyébként is a pankreász csak baloldal, tehát vannak különbségek bennünk is. Az aszimmetria jellemzi az embert is, állatokat is egyébként, és nem a szimmetria. Tehát ezt mondta Goethe, a szimmetria hiánya a legjobb bizonyíték az evolúció mellett. Ez ugyanazt mondta, amit az elébb. Már kifejtettem valamelyest. Azt mondja, Barrow and Silk, left hand of creation. Igen. Kérem szépen, amikor kiderült, hogy bizony az aszimmetria szinte az első atomokba bele volt teremtve, méghozzá úgy, hogy azt derítette ki két amerikaiba alakult kínai tudós, hogy az atommagokat is alakító neutronok, azok mind balra forgatóak. Itt volt egy sértés, fizikai szabálysértés, amit nem akartak elfogadni a fizikusok. Fizikusok nagyon szerették a szimmetria elveket. Ez volt az első, ami megsértette, mert hiszen az elektronok, tehát balra forgatók, mind balos spinnel rendelkeztek. Mit lehet tenni? Pauli, aki kétszeres Nobel-díjas volt, és ugyancsak a szimmetria elvek mellett volt, amikor a két kínai az összes bizonyítékát elmondta, igazolta, akkor azt mondta Pauli, oh yes, God is a weak left-hander. Annyit jelent, hogy Isten egy gyenge balkezes tulajdonképpen, mert hiszen ő teremtette az egészet. Ő teremtette az aszimmetriát is, nyilván. Aztán voltak még olyan nagy tudósok, mint például a Kokai Pasteur. Pasteur, aki azt mondta, a világ egyetem aszimmetriája és aszimmetrikus, és az élet aszimmetriája és ennek az egyenes következménye, mondta Pasteur. És erre megint van bizonyíték. Elnézést, hogy így elidőzök a tudomány fejlődésénél, de ezt még el kell mondjam. A bizonyíték pedig az Pasteurnél, hogy az összes aminósav, amiből a mi fehérjeink fölépülnek, fehérjék nélkül nem tudnánk élni. Az összes aminósav balra forgató, amit mi használunk. Kiderült, hogy azok a meteoritok, amik mostanában esnek a Földre, és egyiknél, vagy többnél is találtak beágyazva aminósavat, tehát más világrendszerből jöttek a meteoritok. Voltak aminósavak, olyanok, amelyek a Földön nem léteznek, de valamennyi balra forgató volt. Tehát a aminósavak és a fehérje, vagyis a élet keletkezésének megint csak egy aszimmetrikus tényből alakult ki.
tulajdonképpen Pasteur is erre célzott. Egyébként egy kicsit előreugrok, de Pasteur volt az, aki a tényleg nagy tudós volt, akinek köszönhetjük a védőoltásokat például a kukai közvetve, tehát azt, hogy az emberiség életkora 100 év alatt 30-40 évvel följebb ment. Az más kérdés, hogy nem mindig tudjuk kihasználni ezt a meghosszabbodást, de hát ezt erről lehetne beszélni. Lényeg az, hogy Pasteur tényleg a 19. századnak az egyik legnagyobb embere volt. Tudják-e, hogy nem orvos volt, hanem egy egyszerű vegyész. Nem is olyan egyszerű. Egy nagyon fontos vegyész volt, aki tehát bebizonyította ezt, mint hogy a cukrokról is bebizonyította, hogy jobbra forgatók, tehát egyfelé. Na hát Pasteur, aki emellett egy hívő ember volt, méghozzá egy katolikus hívő ember, nem volt megelégedve azzal, hogy mennyire hívő. Következőképpen mondta, bárcsak lenne olyan erős a hitem, mint egy bretagne-i parasztasszonynak. Ez egy nagyon híres mondás, de értelmezhető. Tényleg, vannak olyan szintek, ahol a hit az nem kérdés. És akkor engedjék meg, hogy át is térnék valamire, amire is készültem ugyancsak, ez pedig kérem szépen az, hogy a hit. Hogyan jön létre a hit? Hogyan tud kialakulni a hit bennünk? Tehát az Isten hit, most már mondjuk így. Ennek többféle lehetősége van. Én három ilyet írtam föl magamnak, csak most nem találom. De mindjárt elmondom. A három az egyik. Gyerek, a nevelés. Tehát a gyerek otthon a családi körben megkapja azt az impulzust, amitől hívő lesz. Ez nagyon fontos. Tehát ahogy családról családra menjen, az annál szebb nincs. A másik dolog, kérem szépen, az, hogy valaki felnőtt korában, isteni kegyelem útján kapja meg a hitet. Isteni kegyelem nélkül nincs hit egyébként. És harmadik az, hogy valaki egy természettudós például odáig morfondírozik, hogy elkezd hinni az Istenben. Ilyen volt például Dali. Dali egy híres szurrealista festő volt, aki amikor megtudta, hogy van a DNS molekula, ami minden szabályoz, ami bennünk van. Dezoxiribonukleinsav molekula, és hogy ebben olyan alkotó elemek vannak, ami összesen 4 alkotó elemből áll össze, az, ami tulajdonképpen minden tettünket, minden tulajdonságokat igazából szabályozza. De hogy hogyan jött ez létre, azt ma sem tudjuk. Hogyan jött létre a fejlődés során ez a DNS, ami mindenért felelős? Nem tudjuk. Ő se tudta, azt viszont látta és el is mondta, hogy ilyen bonyolult dolgot elképzelni csak akkor lehet, ha ez valamikor az Isten a teremtés során már elképzelte, hogy így lesz. Na hát, minden esetre ettől kezdve ő vallásos lett. Szóval őt a DNS komplexitása tette vallásosra. Vannak ilyen érdekes dolgok a tudományban. Kérem szépen, a hit forrásai tehát még egyszer családi nevelés, felnőttkori kegyelem és rácsodálkozás keltette hit. Ez volt a Dali. A hívő tudósokra néhány példát szeretnék azért mondani, mert még mindig lehet hallani, hogy a 19. század az hitetlen volt. Nem volt hitetlen. Nagyon sok tudós tényleg hívő volt, mindjárt mondok néhányat, vagy a 20. század. Pasteur mellett Goethe, az még ugyan 18. 19. század. Szent Ágotai, még lesz róla szó egyébként a vége felé. Szent Ágotai János az én atyai mesterem volt évtizedeken keresztül. Ő volt az, aki tavaly az év embere lett az egész világon, Szent Ágotai a tudós. A hívő tudós egyébként. És még sokan mások, Eccles, Nobel-díjas, Sherrington Nobel-díjas. A Nobel-díjasok tömege volt vallásos, illetve volt hívő. A kettő között azért némi különbséget tegyünk, a vallásos és hívő között. Azt mondta egyébként éppen Szent Ágotai, tudós épp úgy az isteni igazságot keresi, mint a teológus, csak más eszközökkel, és ez így is van. Szent Ágostonra szeretnék most valamit mondani. Szent Ágoston, aki sok mindent tudott már a majdnem az időkezdet előtt a 300-es, 400-es évek, 300-as évek végén,
Azt mondta, ha vallásos tanok ellent mondanak a természetben tett megfigyeléseknek, kötelező újraértékelni, vagy a tudományos tények interpretációját, vagy az írások megértését. Ezt Szent II. János Pál pápa is kifejtette egyébként, hogy a tudomány és a vallás nem jön össze, akkor azt mondja, a Biblia a világmindenség eredetéről és összetételéről nem azért beszél, hogy tudományos igazságról tanúskodjon, tessék megfigyelni. Tehát a Genezis nem a tudományos igazságról beszél, hanem azért, hogy rámutasson az ember Istennel és a világmindenséggel kialakított helyes kapcsolatára. Gyönyörű megfogalmazás. Ezt érdemes megjegyezni. Tehát nem azért, mert az tudomány, hanem azért, hogy Istennel való kapcsolatunkat segíti elő. A Szentírás, mondja tovább, egyszerűen csak azt akarta deklarálni, hogy a világot Isten teremtette, és azért, hogy ezt az igazságot tanítsa, a kozmológia a szerző időszakában elfogadható nyelvhasználatát alkalmazta. Egészen másként kellett beszélni ezelőtt 3000 évvel, mint például a kokai ma. Ugye arról, hogy milyen is lehetett a Genezis. A tudomány az igazságot a megjelenési formája alapján darabról darabra kíséri megállapítani. Ez lényegében számos tény kollekciója, amelyből azt remélik, hogy lépcsődletesen elvedett egy általánosabb képhez. A vallás viszont, még mindig a pápa, ezzel szemben abszolút választ szolgáltat az élet alapvető kérdéseire. És még egy, míg a vallás teljes választ ad, és a hit teljes választ ad, a tudomány csak részleges. És ezt valamennyi olyan ember, aki tudománnyal foglalkozik, akit én ismerek, ezt el kell, hogy ismerje. Ugyanis tényleg a tudomány csak részleges válaszokat ad. Ráadásul néha ezek a válaszok nem is valódiak. Tehát ezek a válaszok néha félrecsúsznak. Tehát nagyon jól mondta Karl Popper, egyébként is a tudományra az jellemző, hogy ha megtalált valamit, leírt valamit, valami újat, akkor abból az újból két újabb kérdés keletkezik. Tehát egy megtalált dologról, egy felfedezés két újabb kérdést generál, és így megy tovább. Tehát a tudománynak van egy ilyen széles horizontja, de nem adja meg azt a választ, amit a hit egy pillanat alatt meg tud adni. Kérem szépen, ezt a gondolatot egyébként Pilinszky János, a költő, a 20. században élő nagy költőnk, a következőképpen fejtette ki, nagyon érdekes, érdemes figyelni. Minden művészet és hit világmodell. Ő a művészetet és a hitet egy helyről eredeztette elsősorban valahol az emberi agyban, de hát ebben nem volt teljesen igaz, de a művészet és a hit világmodell. Az egészről készült híradás. Szemben a tudományok bizonyított részigazságaival, erről beszéltem az imént, és művészet, hit a bizonyítható egész kifejezése. És most jön. Míg a tudományos igazságot pillanatról pillanatra, II. János pápa darabról darabra, lépésről lépésre a logika szabja meg, a hit választás gyümölcse. Ez pontosan így van. Csodája mégis az, hogy nem hat önkényesnek, hanem olyan egyetemes igazságot közvetít, amely arról, hogy bizonyíthatatlan, mert hiszen a hit bizonyíthatatlan dolgokon, semmivel sem kevésbé reális. Tessék ezt megfigyelni. Ez gyönyörű, logikai bukfensznek tűnik, de nem az. Tehát attól, hogy bizonyíthatatlan, semmivel sem kevésbé reális. És mondja, meggyőzőbb minden bizonyított realitásnál. A teljesség lélegzetvétele. Ez valami gyönyörű megfogalmazás annak, hogy hogyan lehet tulajdonképpen a tudományt a lépésről lépésre menő valami csodát, ami az igazságot akarja megtalálni, de nagyon nehézkesen megy. Ehhez képest a hit egy pillanat alatt, akinek jó a hite, az pillanat alatt
sok mindenre választ tudok kapni. Egy kérdés, amelyet valaki, bárki ebben a teremben föltehetne egy agykutatónak. És időnként remélem is, hogy föl is teszik. Hol van a hit az agyban? Ugye egy nagyon logikus kérdés. Ha valamilyen formában a hit nem független attól, hogy mi működünk, működtetjük az agyat, stb., akkor hol van a hit az agyban? Nem tudom, van-e valakinek erre vonatkozólag tippje, hogy hol lehet? Hol? Majd tetszett már hallani a prefrontális kéregről, ugye? Igen, tehát hol van? Hol kapcsolódik a lélek, mert most már nem is a hitről, hanem lélek. A lélek az anyagot képviselő agyhoz, ez a másik dolog. Hol? Ugye valamennyien dualisták vagyunk olyan szempontból, hogy tudjuk, hogy van anyag, ez minden az ember anyagból áll, és van lélek. Mi a kettő között a különbség? Szokták kérdezni, de hát akkor mi a lélek? A lélek a független tőlünk, illetve nem független tőlünk, de az anyagtól független, anyagtól független örök valóság a lélek. Lélekhez csak így lehet elképzelni. De hol kapcsolódik az anyagi valósághoz, az agyhoz? Ez még a legnagyobb tudósoknál is egy nagyon régi kérdés és probléma. Eccles példának okáért, aki egy nagyon híres Nobel-díjasa volt, neurofiziológus, tehát ideg élettanász, az elmúlt század vége felé halt meg, tehát 1990-ben valamikor. Úgy gondolta, hogy az a kéregben történik meg, tehát az agykéregben, ahol gondolkodunk is, tehát akkor nyilván az agykéreg idegsejtjei közötti kapcsolatokban, a szinapszisokban lenne valahol az interakció, tehát ahol a lélek és az agyak. Ezt megelőzőleg jó néhány száz évvel ezelőtt volt a Descartes. A Descartes, kérem szépen, aki egy francia-belga tudós volt, és tulajdonképpen a dualizmusnak ő volt az első igazi hirdetője. Tehát, hogy van lélek és van anyag. Ő azt gondolta, hogy a lélek valahol itt az agy környékén kapcsolódik az emberhez, illetve az agyhoz. Méghozzá itt van egy mirigy, úgy hívják, hogy tegelmirigy, corpus pineale latinul, és ez tekintettel, hogy csak egy van belőle, mondta a Descartes, nem páros, mint például az agyféltekék, ezért nagyon nagy valószínűséggel ezen a helyen van az a hely, ahol a lélek és a bejövő lelki impulzusok valahogyan átmennek a testbe, lemennek aztán a kéregből, a kéregbe és a kéregből tovább. Tehát őnek is volt már egy elképzelése, teljesen fals persze. Mint hogy az Eccles-féle elképzelés is túlságosan, hogy is mondjam, provinciálisnak tűnik manapság már, pedig nagy tudós volt. Szent Ágotai, a mesterem nem ment el idáig, ő azt gondolta, hogy a lélek az van, de hogy pontosan hogy kapcsolódik az agyhoz, nem tudjuk. Én azt hiszem, hogy ezzel tökéletesen elmondta azt, amit egy tudósnak el kell mondani. Isten ugyanis, mondta ő, nem az agyunkban létezik, de tetteinkben bizonyítanunk kell, hogy tudjuk, hogy Isten van, és ennek megfelelően cselekszünk. Nem tudom, tetszettek-e észrevenni ezt a dolgot. Tehát mi? A cselekvés fogja eldönteni, hogy tudjuk-e, hogy van Isten. Ha úgy cselekszünk, és a cselekvés az már valláshoz is kapcsolódik, nem a hiten keresztül, ha úgy, akkor tudjuk, hogy van Isten. És innét kezdve a dolog tulajdonképpen értelmetlen. Tehát van lélek, van agy, van mindenféle más az emberben, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy tudjuk-e. És kérem szépen, és most térnék rá arra, Szent Ágatairól beszéltem, amit szeretnék itt zárásul tőle idézni, mert nagyon szép. És pontosan azt mutatja, hogy egy tudós, amikor ilyen kérdéseket tesznek föl, hogyan válaszol a kissé primitívebb kérdésekre is akár. Tehát azt mondja először, ezt le is írtam,
Szentágotai, tehát még egyszer Szentágotai Jánosról van szó, aki az elmúlt esztendőnek a embere volt, tehát az 1912-nek a kiemelt ember az egész földkerekségen, mint tudós. Előtte egy évvel volt Liszt Ferenc ugyanezzel az évvel, ugyanezzel a címmel kitüntetve. Tehát az év embere volt akkor, tehát az év ember a következőt mondja. Az Isten hitemnek egyik legerősebb oszlopa és támasza az a csodálatom, hogy a világ, az élő természet milyen csodálatos berendezkedésű, milyen hajszál pontosan illeszkednek össze a legkülönbözőbb állatok, növények, tehát minden élőlény, akár a vízben, akár a barlangok mélyén, akár a magas hegyeken, akár az északi sark közelében élnek is. Ez a csodálatos harmónia és szépség, amilyennek én a teremtett világot látom, énben azt a gondolatot ébreszti, hogy ez nyilvánvalóan nem jöhetett létre magától, vagy véletlenül, ugye ateizmus, hanem emögött egy teremtő gondolata, egy teremtő akarata kell legyen. Kérem szépen, ezen kívül életének utolsó évtizedeiben behatóan foglalkozott az agy, elme, tehát a tudat és ezzel összefüggésben a keresztény hit kérdéseivel. Egyik munkájában azt írja, a tudomány kizárólagos kompetenciája, hogy elemzi azt, ami a világegyetemünkben van, és ami van, annak mi az oka. Az isteni kijelentés pedig elsősorban arról szól, hogy ki a mindenség teremtője, és a természet élettelen majd élő világának, és benne a teremtő mű megkoronázásának teremtett embernek mi a célja és rendeltetése. Tehát ez az isteni rendeltetés, ez a hitnek a kérdése. Ezeket a kérdéseket a tudomány nem hogy megválaszolni, de feltenni sem tudja. Végre be kell látnunk elsősorban a keresztényeknek, vagy a zsidó tradíció fenntartóinak, hogy nem feladatunk az egész emberi társadalom magatartásának szabályozása, hanem csak az, hogy bizonyságot tegyünk valamennyien, akik itt vagyunk, hitünkről, és arról, hogy ez a hit boldogít már a földi életben is. Egyébként, hogy boldogít, erre vannak egészen jó felmérések, a Gallup felmérései, ami pontosan kimutatta, hogy a hívő ember kevésbé betegszik meg, sokkal kevésbé depressziós, tehát jobban éli meg a világát, mint a nem hívő. Ehhez az konkrétan az is tartozik, mondja Szentágotai, hogy a genezisben adott és a ma ismert tudományos valósághoz nagyon is közel álló teremtéstörténet nem szó szerint, hanem metaforikusan értendő. Hát ezt mondta már a második pápa is, második János pápa. Hogy a Földön kialakult élet létrejött a kezdeti teremtő aktusba beprogramozott csodálatos történés, ugyanannak a teremtő akaratnak az eredménye. A kezdetekhez hasonlóan a hívő keresztény a végkifejletet is a mindenható teremtőre bízza. Ez gyönyörű, szóval nagyon szépen fejezi ki. És végül egy konferencián a következő kérdést tette föl neki egy angol tudós. Egy angol filozófus végighallgatván az agy szerkezetéről tartott előadását hozzáfordult a következő szavakkal. Ön most az agyról, mint fizikai, biológiai rendszerről beszélt, az ember legfőbb szabályozó rendszeréről. Mi azonban egyszer meghalunk, az agy, mely letéteményese a személyiségünknek, gondolatainknak és kívánságainknak elpusztul, sejtjei szétesnek, mondja a filozófus. Igaza van. Úgy tudom, ön hívő keresztény. Miként tudja összeegyeztetni a keresztény hitét tudományos kutatásainak eredményeivel? Miként képzeli el ezt? Hisz a feltámadásban? Szentágotai válasza ez volt. Kedves barátom! Hiszek az apostoli hitvallás minden szavában. Nagyon fontos megállapodás. Az apostoli hitvallás minden szavában. Hiszek a mindenható Istenben, és a Isten mindenható,
akkor nincsen semmi okom arra, hogy kétségbe vonjam, hogy neki megvan a hatalma engem feltámasztani olyan formában, amit ő megfelelőnek tart. És még tovább folytatja, hogy igazából vannak, akik ateisták, azokat se kell lebecsülni, tehát minden ember tulajdonképpen megfelelő képen kell. De inkább elolvasom, amit erről írt. Persze minden ember szíve joga, hogy ezt hitben elfogadja már, mint a feltámadást, és életét a körülményekhez képest boldogabban töltheti, és teljes bizalommal, és félelem nélkül nézhet kikerülhetetlen végzete a halál elé. Vagy pedig a tudomány kompetenciáját és határait nem ismerve, bárki teljes joggal azt is hiheti, hogy minden, ami van, csak a véletlen műve. Illetve, tehát a véletlen műve. Az ilyen értelemben ateista, vagy egyszerűen csak agnosztikus, ugyanolyan joggal nem hisz, mint amilyen joggal mi hiszünk. Hitünk nem érdem, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Kérem szépen, ezt soha ne felejtsük el. Isten kegyelmi ajándéka. Ettől mi nem vagyunk jobbak, erkölcsösebbek, értelmesebbek, mint az ateisták. Aki másként látta, az a Szentírás minden lényegi kijelentésével ellentét. Vélekedne így, aki másként látná. Ezt is meg kell mondanunk hitünk megvallása mellett. Egy bizonyos magatartásunkért a felelősséget sem hívő, sem ateista nem tudja elhárítani. Ha ezt tenné, menthetetlenül a lét kérelhetetlen realitásain kívülre helyezni magát. 1994-ben halt meg. Életének egy utolsó mondatban határozta meg, hogy mit tartaná legfontosabbnak érdemes. Életem fő célkitűzése és törekvése csak az volt, jó agykutatónak, a 20. század végi értelemben kultúrembernek és történelmi körülmények között tisztességesnek, de mindenek felül kereszténynek maradni. Így fejezte be, legfontosabb ez volt. Kérem szépen, egy tudóstól hallották ezt a végszót. Azt hiszem, ennél szebben én sem tudom befejezni. Köszönöm a figyelmet!